Sziasztok, Nana vagyok ismét, újra innen az autóból, és ma nem a motorokról fogok beszélni, hanem egy olyan témával jöttem, amivel már régóta tartozom, mégpedig a fogszabályzóm történetével, illetve annak a befejezésével. Aki netán nem követte az eseményeket, azt hiszem most már 5 videó is van fenn a fogszabályzásom történetéről. Annyit kell róla tudni, hogy ezt 2020. május 26-án kezdtem el. Ez egy dentozópia nevű módszer, ami hát én szerintem egy nagyon jó, biztonságos, nem annyira káros, mint a többi. Én azt mondanám, hogy én nagyon fan lettem, illetve már azelőtt dentozópia fan voltam, mielőtt tudtam volna, hogy ilyen létezik. Ugyanis én már gyerekkoromban, amikor még ilyen éjszakai fogszabályzót kellett hordanom, ugye aminek ilyen szájpadláson van egy ilyen műanyag része, és egy ilyen fém van így körbe a fogam körül. Nekem olyan volt még általános iskolában, és az folyton leszette az ománcot a fogamról, és végül ezt a fogamat, ahol legjobban hozzáért ez a fém, azt tömni is kellett, tehát ott kb. A fogamnak a fele az ilyen tömésanyagból van, mert annyira elrongálta az ománcot a fogszabályzó. Illetve később az alsó fogsoromat is próbálták szabályozni, akkor pedig egy ilyen belülre ragasztható ilyen fém drót, vagy nem tudom mi volt, azon volt egy ilyen mini spirál, amiben állandóan beleakadt a nyelvem beszédnél, meg evésnél, szóval rémes volt, nagyon utáltam, és a fém részei pedig olyan élesek voltak, hogy össze-vissza kaszabolták a nyelvemet. Szóval innen indultam, nekem ez volt a tapasztalatom eddig a fogszabályzással, és mindig arra gondoltam, hogy nem igaz, hogy nincs egy olyan fogszabályzási módszer, ami kíméletesebb ennél, mondjuk gumiból, ami védi a fogakat, és megakadályozza az éjszakai fogcsikorgatást. Mondjuk én tudtam, már nem csikorgatom a fogamat éjszaka, de például a kisfiam az igen. És arra is azt mondják, hogy nagyon káros, mert koptatja a fogakat, ez egy nagyon rossz szokás. Szóval én azt mondhatom, hogy már akkor kitaláltam ezt a dentozópiát, amikor még magamnál se voltam igazából. És amikor 40 valahány évvel később megláttam, illetve olvastam róla a Facebookon, akkor teljesen belelkesültem, és másnap már hívtam is az első, hozzám legközelebb eső dentozófust, hogy szeretnék időpontot kérni. Másnap el is mentem, harmadnap meg is rendeltem, és körülbelül egy hét múlva megérkezett a készülékem, az aktivátorom, és azóta lelkesen hordom. Azóta 3 darabot használtam el, illetve használtam. Ez a dentozópiai applikátor, ez úgy működik, hogy lemérik a fogsort, megnézik nagyjából így a méreteit, és különböző méretű ilyen gumi, kaucsuk, illetve szilikonból készült ilyen a boxolóknak a fogvédőjéhez hasonló eszközt választanak, tehát a saját fogsorod méretére, és aztán ezt éjszaka kell főleg hordani. Persze nyilván az ember minél többet hordja, annál hatékonyabb és annál gyorsabban működik a dolog, de azt mondják, hogy olyan másfél-két év körülbelül, amire látványos eredményt lehet elérni. És fél évente kell cserélni az aktivátort, mert addigra úgy nagyjából az ember széttrákcsálja, megpuhul az anyaga, és már nem annyira hatásos, de szerintem semmi gond nincs akkor se, hogyha az ember tovább hordja. Nos, hát én lelkes voltam, tehát én nagyon rendesen viseltem. Készítettem egy képet a fogsoromról aznap, vagy a napokban, amikor elkezdtem ezt az egészet, és ott nagyon jól látszik, hogy nekem főleg az alsó fogsorom volt teljesen összetorlódva, de annyira, hogy ez a fogam, ez egy ilyen 2-3 mm-rel már így befele csúszott a sor, és hozzáért a szájpadlásomhoz, vagyis hát itt az első fogaim belső részénél az ínyemet nyomta. Ez volt a fő problémám, de persze, mivel szűk a maga az íve a fogsoromnak, ezért ez a két fogam is el volt fordulva, illetve ki volt nyomódva a sorból.
Szóval volt mit csinálni, nem véletlenül már általános iskolában is küzdöttek ezzel. Egyébként az az érdekes, hogy a korábbi fogszabályzós orvosok, akik az általános iskola ideje alatt foglalkoztak a fogsorokban, azok mind ezt a két fogamat próbálták a sorba betuszkolni, amitől ugye csak még szűkebb lett az egész sor, és így aztán teljesen hatástalan volt az egész fogszabályzás. Amitől persze el is ment a kedvem tőle, és akkor így egy idő után már nem is foglalkoztam vele. Egyébként később én nekifutottam olyan 18 éves korom körül még egyszer, és akkor elmentem önállóan megint egy fogszabályzós orvoshoz, és akkor már nem is emlékszem, hogy mi történt, de azt tudom, hogy hát nyilván nem volt hatásos a módszer, mert hát itt voltam vénségemre, és még mindig teljesen kuszák voltak a fogaim. Egyébként nekem annyira be van rögzülve az agyamba ez a fog, szép fog, az embereknek legyen szép foguk, és hát gyarló vagyok, megítélem az embereket a foguk alapján, tehát hogyha valakinek nem szépek a fogai, akkor rögtön azt gondolom, hogy nem mos fogat, és nem ápolja a fogait, és fúj. Tehát tudom, ez nem szép dolog, nyilván mindenkinek lehet rá oka, hogy miért nem, nincs pénze, vagy nincs rá igénye, de minden esetre csak ha belegondolok abba, hogy egy olyan valakivel csókolózzak, akinek rohadnak a fogai, vagy csak akár nem szépen állnak egymás mellett, hát ez nekem elképzelhetetlen. És éppen ezért ugye a saját fogaimra is igényes vagyok, és nagyon fontos volt nekem az, hogy szépen, egyenesen álljanak a fogaim. Azt is el kell mondanom, hogy az, hogy a fogaim kuszák voltak, egy csomóan azt mondták, hogy többek között a férjem is egyébként, hogy nincsen annak semmi baja, jó az úgy, ahogy van, milyen sznobság ez, hogy én most felnőtt fejjel fogszabályzót akarok csináltatni, de akinek nem a ő szájában van az én fogsorom, az nem tudja, hogy milyen érzés az, amikor az egész sor össze-vissza illeg. És a rágófogaim nem illeszkednek egymáshoz, úgy kell rágni, és minden éjszaka azt érzem, hogy ahogy az arcomon fekszem, akkor egyre csak szűkül a fogsorom. Rendszeresen nézem egyébként a színészeknek a fogsorát a tévében, a filmekben, és valószínűleg ez normális dolog, hogy idővel összetorlódik az emberek fogsora, mert azt látom, hogy az idősebb színészeknek, főleg az alsó fogsoruk teljesen torlódott, tehát össze-vissza állnak a fogak, és valamiért az emberek az alsó fogsorukra nem fordítanak akkora figyelmet, mint ugye a felsőre, ami persze sokkal jobban látszik mosolygásnál, vagy ilyesmi. És akkor ugye ott van a mosolygás is, így most belegondolva abba, hogy az egész életemben mindig azt mondták, hogy én milyen komoly kislány vagyok, és nem mosolygok, meg hát komoly vagyok, de tudjuk, hogy mit jelent. Hogy most jöttem rá, hogy ez valószínűleg nagyrészt azért volt, mert úgy éreztem, hogy csúnyák a fogaim, és egyszerűbb volt csukott szájjal mosolyogni, vagy somolyogni az orrom alá, nem is tudom ezt hogy mondják, amikor ugye nem olyan lelkesen és szívből nevet valaki, nem meri kivillantani a fogait, és ez rám teljesen igaz volt. És most gondolok így vissza arra, hogy mennyire más lehetett volna az életem akkor, hogyha kezdettől fogva szép a fogsorom, és lelkesen, teli szájjal tudtam volna mosolyogni. Akkor valószínűleg másképp ítéltek volna meg az emberek, és lehet, hogy az egész személyiségem más lett volna. Nem azt mondom, hogy jobb, lehet, hogy így a jobb, de illetve hát mindenképpen úgy a jó, ahogy van. Szóval innen indultunk, és akkor most ott tartunk, hogy ugye eltelt most már 2 év a dentozófia fogságában. Nem is mondanám ezt fogságnak, mert időközben annyira megkedveltem, illetve hát mondom, már akkor kedveltem ezt az egész dolgot, amikor még nem is volt aktivátorom, illetve még el sem kezdtem, még csak kitaláltam, hogy nekem egy ilyen kell. És egyébként nagyon gyorsan alakult a fogsorom, nagyon hamar látványos eredményeket értünk el. Ugye ez úgy működik, ahogy valószínűleg más fogszabályzós módszerekkel is manapság,
hogy az elején beszkennelik a fogsort, és akkor minden kezelésnél, illetve két havonta, amikor ellenőrzésre kell visszamenni, akkor ismét beszkennelik, és akkor megnézzük, hogy mennyit mozgott, merre mozdultak el a fogak, és hogy valóban jó-e az az aktivátor, amit használtunk, illetve van-e szükség valamilyen módosításra. Nekem régen még úgy csinálták a fogszabályzót, hogy ilyen gipszbe kellett, nem is gipszbe, hanem valamilyen gyurma félébe kellett beleharapni, és akkor abba öntötték ki gipszel a fogsort, és azt hasonlították utána a fogsoromhoz. Tehát ez azért sokkal mosdibb módszer, és nyilván nem csinálták meg ezt minden hónapban, amikor visszamentem ellenőrzésre, akkor mindig csak csavartak egyet a fogszabályzón, és akkor utamra engedtek az átállított fogszabályzóval. De hát itt ez nincsen, mert a szkennelés az ugye egy ilyen kb. 10 perces, 10-15 perces procedúra, ugyanúgy beszkennelik, mint egy rajzlapot, csak három dimenzióban, és nagyon érdekes nézni azt, ahogy a fogaim elmozognak egymáshoz képest, illetve ahogy változik a fogsor. Ajánlom egyébként, hogy nézd meg a korábbi videókat is, mert ott időről időre bejelentkeztem, hogy hol tart az egész procedúra, és hogy hogy haladok, mik a gondolataim ezzel kapcsolatban. Viszont most ilyen január-február környékén, amikor legutoljára voltam kontrollon, akkor úgy döntöttem, hogy mégis már másfél év eltelt, már több is. Szerintem egész jó lett a fogsorom. Még ezt a fogamat lehetne forgatgatni, meg tudnék ilyen kisebb-nagyobb változtatásokat csinálni, de igazából most már teljesen elégedett vagyok. Tehát a szken is azt mutatja, hogy a fogaim teljesen jól beálltak egymáshoz viszonyítva, úgyhogy a rágásom tökéletes lett, amit egyébként érzek is, tehát teljesen más érzés rágni, úgyhogy az összes fogad illeszkedik, és az étel, ami közötte van, azt teljesen jól össze tudom őrölni, vagy nem is tudom. Lényeg az, hogy évelején úgy döntöttem, hogy akkor vége, fejezzük be, és akkor megpróbálom leszoktatni magamat az aktivátorról, mert ahogy mondtam, nagyon szeretem hordani, és nagyon jó benne aludni nekem, mert másfél év alatt hozzá is szoktam. Szinte nem volt olyan éjszaka, amikor ne használtam volna, mert egyszerűen kényelmes, és van, hogy éjszaka nem kényelmes, mert nyilván reggelre, ahogy elmozgatja a fogakat az eszköz, akkor reggel egy picit fájnak a fogak, de kényelmes az, hogy reggel illeszkednek a fogaim egymáshoz, és nem elcsúszva egymástól össze-vissza állnak. És akkor most egy-két héttel ezelőtt visszamentünk Tamáshoz egy újabb kontrollra, illetve azért, mert novemberben a fogom kisfia, az unokaöcsém is kapott egy aktivátort, illetve az én kisfiam is kapott egy aktivátort. Neki nem szkenneltük be a fogsorát akkor még, mert még váltja a fogait, és voltak foghiányai, és a szkennelő nem tudja beazonosítani a fogsort, úgyhogyha nincsen meg minden fog kinőve. Úgyhogy ő csak megkapta, és azóta is hordja egyébként teljesen lelkesen. Valamint a hugomnak a 17 éves nagyfia, ő is kapott egyet, és ő is hordja azóta. Ő kinnél Floridában, úgyhogy az ő fogait azóta nem látta senki, és csak reménykedtünk benne, hogy neki is használ, illetve hát, hogy jó hatással lesz a fogaira. Szóval most visszamentünk, hogy a két fiúnak ellenőrizzék a fogait, és megkértem Tamást, hogy szkennelje be az én fogsoromat is, hogy megnézzük, hogy mi történik akkor, hogyha nem hordom a fogszabályzót. Azt hozzá kell tennem, hogy nem tudom teljesen nem hordani. Időnként, így hetente egyszer-kétszer be szoktam rakni éjszakára, és az jó. De azért így nagyrészt most már többet nem hordom, mint igen. Az érdekessége a dolognak az, hogy Tamás is azt mondta az elején, illetve ő is úgy tudja, úgy tanították neki, hogy a dentozófiával történő fogszabályozás után nem kell ilyen drótot beragasztani a fogakhoz, hogy ne mozogjanak el, mert hogy a fogak, mivel maguktól álltak oda a helyükre, ahova nekik kell, ezért nem mozognak el. Most ehhez képest a szkennelés alapján azt állapítottuk meg, hogy egy picit mozogtak visszafele a fogai.
Tehát az ellenkező irányba, ahol korábban is voltam. Igen, és akkor... Igen, tehát ugye ez majdnem teljesen kijött. Uh-huh. Hát igen, tehát azért ez gigantikus nagy változás. Hát az? Uh-huh. Tehát ez brutál. Inkább ez lett a változás. Hát az biztos, hogy mondjuk, igen, tehát a te esetedben amúgy tényleg jól emlékeztél rá, itt tényleg arrébb ment egy fél foggal a foga. Uh-huh. Ja. Ne jártunk. Tehát itt, bár én csak azt kell megnézni, vagy azt akarnám megnézni, hogy az eredeti harapásod... Ja igen, hogy lett nézve. Az ugye így nézett ki. Igen, tehát neked alapvetően nem is volt sok baj, sőt, neked a hármas egység az igazából teljesen jó volt. Viszont... igen. Hát azért elég sokat ment. Nagyon sokat. Tehát ez nagyon sokat. Hú, az a másra vagy besorolt. Ja. Brutális. Igen, és ugye ez a... Így változott meg ugye a felső. Közilápér. Ja. Ilyen így, mint egy ilyen csavaros fogan, ilyen... Igen, szélesedett neked is, hanem ugye, abszolút. Az a hangomány. És... Felpadlásom is kiszélesedett. Én csak most viszont azt nézem, hogy innen nézd, ez volt az előző, uh-huh. Ez volt a legutolsó, és most megyünk a mai felé. Uh-huh. Itt egy picit elkezdtek visszamenni, láttad? Uh-huh. Az milyen durva. Igen, ezt akartam megnézni. Igen. Azért érzem úgy, hogy néha így jól esik berakni. Aha, igen, elkezdett visszamenni. Uh-huh. Mind a két oldal elkezdett beszűkülni, ezt nem is éltem uh-huh. amúgy. De ez milyen durva, nem? Ugye a fogazat így... Tanulmányt lehet írni róla. Micsoda? Tanulmányt lehet róla írni. Igen. De hogy ez alapvetően ugye jellemző egy fogszabályzásnál, mert azért is fontos, hogy a fogszabályzás végeztével ugye rögzítsék abban a helyzetben a fogakat, bármivel, akár egy erős sínnel, akár egy ilyen dróttal oda drótozni a fogak belsejébe, tehát érdekes, hogy szerintem visszalakulnak a fogak. Hm, az fura. Hát ez... Akkor... És meg kéne nézni... ehhez képest... Hm. Többen ez az, és komolyan mondom. Vízes a kutya? Ott is visszamegy az alsó. Vízes a kutya? Az alsó is bemegy, igen. Aha. Együtt mennek be a felső, meg az alsó. Ezek ilyen század milliméterek egyébként, és én annyira nem is veszem észre, de a szkennelés az mutatta, hogy igen, picit változott. Azóta megint egy párszor beraktam éjszaka a fogszabályzót, és hát ugyanúgy, ahogy eddig, így hetente egyszer-kétszer hordom még. És teljesen elégedett vagyok, nekem tetszik az eredmény, remélem nektek is, bár magamért csináltam, nem értetek. Viszont most már merem mutogatni a fogaimat, és ez jó érzés, merek nevetni. És akkor még egy pozitívum ezzel kapcsolatban, hogy ugye, ahogy mondtam, a kisfiamnak nem szkenneltük be a fogsorát előtte. Tehát nem tudtuk megállapítani, hogy az elmúlt fél évben mennyit változott a foga. Most beszkenneltük, és a legközelebbi alkalommal már meg tudjuk nézni, hogy mit csinál neki a fogaival az aktivátor. Viszont egy olyan visszajelzésünk azért mégiscsak van, hogy ő thaiboxol, és a thaiboxon kell neki fogvédőt hordania. És tavaly szeptemberben csinálták meg a fogvédőjét, amit ugye úgy csinálnak meg a boxolók, hogy van egy ilyen gumi
ilyen sín, amit fel kell forrósítani forró vízzel, bevesz a fogszoró a szájába, rányomkodják a fogaira, és akkor amikor kihűl, akkor a saját fogaihoz illeszkedik ez a fogvédő. És hát szeptembertől mondjuk májusig vagy júniusig hordta a fogvédőjét az edzéseken, majd jött a szünet, amikor nem voltak edzések, és július vége fele volt egy edzőtábor, amikor megint kellett volna vinni a fogvédőt, és megpróbálta berakni a szájába, és nem fért bele. Tehát egyszerűen teljesen másképp állt a fogsora, mint ahogy a fogvédőt megcsinálták rá. Azt hozzá kell tennem, hogy azért szerettem volna neki mindenképpen fogszabályzót, mert ahogy kihullottak a fogai, kiesett neki elől 4 metszőfoga, és csak 3 nőtt vissza, és nem volt több hely. És a szemfoga nem tudott lenőni, mert nem volt hely a sorban. És hát fájt neki, meg itt érződött, hogy ez a fog az ott nagyon erőlködik, és hogyha nem csinálunk valamit, akkor keresztbe ott át fogja szúrni az ínyét, és rossz helyen fog kinőni, hogyha nem csinálunk valamit. És mostanra így, ugye nem csak azért, mert hogy a fogvédője mutatja, hogy teljesen más lett a fogsorának az íve, hanem már van hely a szemfogának, és már nagyon szépen jön ki, lehet érezni, hogy ott van a vége a kis fognak, és szépen helyezkedik be a helyére, és a fogak meg szépen mennek a helyes íven. Szóval ennek nagyon örülök, és ez nagyon jó visszajelzés, hogy nem csak én gondolom úgy, hogy ez a dolog jól működik, hanem tényleg jól működik a gyerekeknél is, és annak is nagyon örülök, hogy a fiam tényleg nagyon lelkesen és kitartóan hordja esténként. Persze ilyen táborban, meg ilyenek, meg nyaralás közben elfelejti, meg nem viszi magával, meg a motoros túrán ott felejtette az egyik helyen, vissza kellett menni, tehát vannak azért ilyen bonyodalmak, viszont tényleg nagyon, nagyon kitartó, és szerintem ő is érzi, hogy jó ez neki. Szóval egyelőre ennyi. Én azt gondolom, hogy a dántozó fiával itt végeztünk, illetve én végeztem, a kisfiamnak még csináljuk tovább. Úgyhogy lehet, hogy még később fogok jelentkezni ezzel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy az én kezelésemnek itt vége. Ha bármilyen kérdésetek van ezzel kapcsolatban, nyugodtan írjatok hozzászólást a videó alá. Válaszolok mindenre, amire kíváncsiak vagytok, és segítek, amiben tudok. Ha még nem tetted meg, akkor kérlek, iratkozz fel a csatornára, és kapcsolatban a csengőt is, hogy kapjál értesítést az új videókról. Legközelebb már remélhetőleg motoros videó lesz, és nem fogszabályzós, de szerintem ez is egy nagyon fontos téma. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!